52 ezer kacsa úszott ma a Dunavizén. Szingapur, Tajvan és London után ma Budapesten is megrendezték a kacsafutamot. A hazai verseny az UNICEF-et támogatja. A szervezők minden eladott kacsa árából 100 forintot utalnak át a szervezetnek. Ilyen kacsából eresztettek 52 ezret a Dunára. A kacsafutam egy jótékonysági rendezvény, ami a 90-es évek óta lázban tartja a világot. Londonban, Szingapurban és Tajvanon már évek óta versenyeznek. Ilyenkor mindenhol rengetegen szurkolnak a kacsájuknak. Így volt ez Budapesten is, ahol sokan filmezték, fotózták és buzdították a műanyag szárnyasokat. A mai napon a Magyar Kajakkenu Szövetség szervezésében vízi felvonulást is láthattak az eseményre látogatók. Olimpia és világbajnok kajakosok és kenusok, valamint sárkányhajósok szelték a vizet. Évek óta foglalkoztunk azzal, hogy milyen módon lehet különböző jótékonysági akciókban részt venni. És ezzel 10-15 évvel már pont a UNICEF-et kerestük és néztük ki olyan partnerként, aki miután mi is gyerekekkel foglalkozunk, és ugye a jövőt próbáljuk építeni, ezért az természetes, hogy egy olyan szervezettel legyen kapcsolatunk, mint a UNICEF, amely szintén a gyerekekért tesz mindent, amit csak tehet. Az ötszörös világbajnok kenus Kozman György ezúttal a partról szurkolt társainak. Ma van a kajakkenu napja egyrészt, azért látjuk majdnem sokára a kajakkenusokat, és a kacsafutam, ugye nagyon örülök, hogy egy napon van egy ilyen jótékonysági rendezvény. Én azt gondolom, hogy a kajakkenu társadalom mindig mellé állt az ilyen jó dolgoknak. Minden eladott gumikacsa árából 100 forintot az UNICEF-nek ajánlanak föl a szervezők. Így minden kacsavásárló támogatja a szervezetet. Több mint 10 éve láttam Szingapurban egy ilyen kacsaúsztatást, amikor több százer kacsa úszott, és akkor azt gondoltam, hogy ez egy olyan szuper lehetőség, és Magyarországon, meg Budapesten főleg a Duna erre nagyon adott, hogy akkor kitaláltam, hogy ez egyszerre lesz Magyarországon. A versenyen 5 millió 200 ezer forint adomány gyűlt össze.